Ahogy ígértem, beszélni fogok a Disneyről és Marvelről. Hogy mit jelentenek egyes részek, jelek, utalások. Azt szeretném, hogy lásd más szemmel. Némelyik illúzió romboló lehet, és sokkoló is. De ez még csak a felszín, amit nyújtani fogok. Ennél sokkal mélyebb. A filmek és a tévé nem arra vannak, hogy szórakoztassanak. Az átlagembernek annak tűnhet, de ennek sokkal nagyobb jelentősége van. Üzenetet közvetít, programoz, még hogyha észre sem veszi tudatosan az ember. Itt jön szóba a social engineering is, azaz a társadalom szabályozása. Hogyha valami hihetetlen dolgot hall, akkor azt mondjuk, hogy ilyen csak a mesékben, filmekben van. Ez is eszköze annak, hogy néhány dolgot, amit átlag emberektől hallunk, az igazságra esetleg, hogy ezt ne higgyék el. Hogy ami hasonló lehet a valósága, az zárjuk ki. Mindeközben viselkedés mintát veszünk fel a szereplőktől, hogy hogyan reagálnak egyes helyzetekben. Szóval Disney, Hollywood, ami a szabadkövesség a köze megint. És ezzel kapcsolatban szeretnék mutatni pár dolgot. Kezdve a kényszerekkel, amit Dr. Strange is használ. Azt hiszem, ez egyértelmű lesz. Sátán, mint szabadkövés és Illuminati, Lucifer, azt jelenti fényhozó, fénye kapcsolatban. És Lucifer az öltök. A 666-nak a jele. Legtöbben okénak is van egy oké, de más körökben ez azt jelenti. Hasonlót használ, hogy Dr. Strange ezt használja a duplikáláshoz, az osztódáshoz, a többszörösítéshez, mikor saját magát többszörösíti. Ez egy jó szemléltetető jel. Így hatos, így maga van, de hogyha egy úgy már kiló, akkor már 66, és ha még egy, akkor 666. Dr. Strange akkor megnyitja Agamotto szemét az időkövet. Akkor így csinál. Ez a kéztartás. Ez több Marvel karakter is használja. A Wakandaiak. Wakanda Forever. Wakanda mindenki. Vagy a magyar verzióban. Wakanda négy áldott. A mutánsok. És az X-Force. Ez szintén használják a szabadkövesség az Osiris-szel kapcsolatban. Az újak. Olyan, mint hogyha hármas mutatnának, vagy pedig helyet. A hármas esetében kettő van, így 33. És a 33 a skót szabadkönyves legnagyobb foka. Akkor folytatva a varázs igét. A filmben a nyakán az Agamotto szemű nyaklánc, benne a kővel, és azt így nyissa meg. Miközben húzza el a kezét két oldalra, így a rombuszba. A középső és a gyűrűsúly alkotta négyzetben ott van az Agamottónak a szeme, az a nyaklánc, és az újak is már alapból egy szemet formálnak. Hogyha beleveszik a mutató ujjat és a üvelyek ujjnak az állását, és hogyha összekötnénk egy csúcsba az ujjakat, akkor egy háromszöget ad neki. És benne lévő szem, a mindent látó szemet jelképezi. Ami szintén egy szabadkönyves illumináti szimbólum. Köszönöm, hogy végignéztem.